Sziasztok! Most elmesélek egy érdekességet a svájci munkamoráról. Nemrég a lakásban felpoposodott a laminált padló, nem brutálisan, de egy hajszányira észrevehetően. Ennek itt az a menete, hogy le kell jelenteni a biztosító felé, le kell jelenteni a kivitelező felé és a vízvezeték szerelő felé. Na most, ezek hárman kijöttek, megnézték a kárt, és utána arra jutottak, hogy fel kell tépni a padlót. Na most ez úgy zajlik, hogy megbeszéltünk egy időpontot, amikor eljönnek a kollégák dolgozni, ez ma reggel 7:30 volt. Ez azt jelenti, svájciul, hogy 7 óra 28 perckor már mindenki javában dolgozott. Ma a zürichi szökőkutakat fogom megmutatni nektek, több mint 1200 darabban belőlük, úgyhogy valószínűleg nem az összeset, hanem csak néhányat. Amit érdekességként kiemelnék, hogy Zürichben annyira tiszta a víz, és egyébként egész Svájcban is. A szökőkutak egyben ivókutakként is funkcionálnak, tehát bátran lehet inni belőlük. Vannak közöttük egyszerű darabok is, de többségében művészien megmunkált gyönyörű szökőkutakat tudok mutatni ma nektek. Gyertek velem! Ez az 1200 szökőkutat meg tudom mutatni a térképen. Így néznek ki nagyjából egymásra zsúfolva, mindjárt rájuk közelítek. Ez itt a belváros csak, és a fekete pötty az, ahol én állok. Ezekből fogok néhányat megmutatni. Nagyon látványos darabok is vannak köztük. Ez például már egy komolyabb szökőkút, háttérben a zürichi főpályaudvarra. Ezt a szökőkutat például Párizs ajándékozott Zürichnek 1870-ben. Ez a szökőkút biztosan akkor készült, amikor még az volt a divat, hogy az emberek a fejüket a hónok alatt hordták. A svájciak szeretik kitenni a zászlójukat mindenhová, elég nacionalisták ilyen szempontból. És itt is zászlók. És itt is zászlók. És itt is zászlók. Ez egy nagyon régi kút, 1690-ből származik. Rengeteg hangulatos kis étterem van itt a Limac partján. Ha nem sajnálnék 15.000 forintot a reggeliért, én is beülnék. Ez pedig itt egy alpesi kürt. Hopp, egy Lamborghini. Ez is egy teljesen egyszerű ivókút. Hopp, egy veré viszik a partján. Ez is egy ivókút, igaz, hogy elég érdekes formája van. Ez a szökőkút az egyik kedvencem Zürichben, a Tobler villában található. Ez egy tipikusan olyan hely, amit általában csak a helyiek ismernek. Meg is mutatom közelebbről nektek. Ezt a kertet turisták nem látogatják, ezért teljesen egyedül vagyok itt. Imádom az ilyen madregényes helyeket. Ez volt az utolsó szökőkút, ami belefért a videóba, remélem találtatok benne érdekes dolgokat. A következő része a jövő héten jelentkezem. Sziasztok!